csobog a víz, a várajai parkerdő kettes tavának áteresztő zsilipjénél. A település önkormányzata pályázatot nyújtott be a terület fejlesztésére, hogy az eddig is sokak által látogatott természeti érték turisztikai vonzereit fejlesszék. a község önkormányzata top pluszos pályázatba nyújtottunk be turisztikai területre pályázatot, amely sikeres volt, és több mint 237 millió forintot nyertünk. Ebből a 100% intenzitású, térítendő támogatási összegből olyan speciális élményelemeket jelentő technikai fejlesztések valósulnak meg, mint például egy élménytér, ahol törekednek a több generáció számára is élvezhető interaktív eszközök kialakítására. A parkerdőben jelenleg több horgásztó, esőbeálló és tűzrakóhely várja a látogatókat. A meglévő infrastruktúra mellé kialakításra kerül egy fedett rendezvénytér, modern vizes blokkal, mint megvalósul egy vagyonbiztonságot szolgáló kamerarendszer kiépítése, parkolóhelyek és kerékpártárolók létesítése. A forrásokat már megkaptuk rá, most van folyamatban a közműveknek a, a beadása, illetve most fogják felmérni, hogy mennyibe fognak kerülni, illetve készülnek a tervek. Maga az egész projektnek a tervei még ö, ö, most készülnek, előre láthatólag június-július hónapra lesznek készen. A projekt a Szécsényi Terv Plus program keretében valósul meg. A fejlesztés eredményeként létrejön egy olyan turisztikai vonzerővel rendelkező terület, amely közösségi és gazdaság ösztönzési célokra egyaránt alkalmas.